Személyi sérüléssel járó balesethez riasztották a székesfehérvári hivatásos tűzoltókat szerdán a 8-as számú főút 1-es kilométer szelvényénél. 4 személygépkocsi, valamint egy kis teherautó ütközött. Már a bejelentés úgy érkezett a katasztrófavédelemhez, hogy 5 jármű érintett a balesetben, ezért a műveleti irányítási ügyelet 3 tűzoltóautót riasztott a helyszínre. A tűzoltók kiérkezésére szerencsére mind az 5 járműben utazók elhagyták a gépkocsikat. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók a műszaki mentés során áramtalanították a járműveket, majd a forgalmi akadály megszüntetéseként drótkötéllel félrevontatták az autókat az útból. Az érintett oldalon a rendőrök a helyszínelés alatt az utat teljes szélességében lezárták. A baleset okozója feltehetőleg figyelmetlenségből hajtott bele az előtte álló kocsi sorba. Egy 56 éves budapesti lakos közlekedett Skoda típusú személygépkocsival Várpalota felől az M7-es autópálya irányába. Haladása során nem észlelte kellő időben az előtte közlekedő Opel típusú jármű lassulását, ezért neki hajtott, majd ennek hatására az előtte álló további 3 gépkocsi is egymásnak ütközött. A baleset során 3 fő megsérült, őket a mentőkórházba szállították. Szabó Imre hozzátette, az eset körülményeit még vizsgálják, a férfi ellen büntető eljárás indult.